Tisztelt Hölgyeim, Uraim, kedves vendégeink, jó estét kívánok mindnyájuknak. Egyúttal nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett díjátadó ünnepségünkön. Az elmúlt percekben a Szolnoki Bartók Béla kamarakórussal együtt énekelhettük el a himnuszt, művészeti vezető Molnár Éva. Tisztelt jelenlévők! A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük, minden év január 22-én, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Szatmárcsekén a himnusz kéziratát. Ahhoz, hogy a költemény valóban nemzeti himnuszunká válhasson, az is kellett, hogy a versorokat szárnyára vegye a muzsika. Erkel Ferenc 1844-ben zenésítette meg a verset, a zeneművel megnyerte a Nemzeti Színház akkori pályázatát. A 2012. január 1-én életbe lépett alaptörvényünk preambuluma is a himnusz első sorával kezdődik, Isten áld meg a magyart. E rövid történeti bevezető után engedjék meg, hogy köszöntsem vendégeinket, Dr. Kállai Mária megyei kormány megbízottat, aki rövid bevezető után osztja meg velünk a Kultúra Napjához kötődő ünnepi gondolatait. Szabó Istvánt és Fejér Andort, Szolnok megyei jogú város alpolgármestereit. Dr. Berkó Attillát, a Jászlanykun Szolnok megyei kormányhivatal főigazgatóját. Dr. Csór Györgyöt, a Jászlanykun Szolnok megyei közgyűlés alelnökét. Rencné dr. Bezdán Edit, címzetes megyei főjegyzőt. Dr. Balogh Gyulát, a Szolnoki Járási Hivatal helyettes vezetőjét. Díszpolgárunkat, B. Nagy Pál olimpiai bajnokot. Köszöntöm továbbá az egyháza képviselőit, az önkormányzati képviselőket, az intézményvezetőket, a rendvédelmi szervek vezetőit, a gazdasági élet és a civil szféra képviselőit, és minden kedves jelenlévő vendégünket. Örülünk, hogy körünkben üdvözölhetjük városunk kitüntetettjeit, köszöntjük a Magyar Kultúra Napja alkalmából elismerésben részesülőket, és az általuk meghívott kedves vendégeket. Ezek után tisztelettel felkérem dr. Kállai Mária kormány megbízott asszonyt, tartsa meg Magyar Kultúra Napja alkalmából ünnepi köszöntőjét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves díjazottak, én még nagyon nagy tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm dr. Béres József urat és Béres Klára asszonyt, de erről majd később, mindig szeretett és tisztelt vendégeink, de ma különleges küldetésük is van. A mai napon a magyar kultúrát ünnepeljük, amely tulajdonképpen átfogja évezredes történelmünket. Január 22-én a magyarság legfontosabb kincsének, himnuszunknak a megszületésére emlékezünk. A fiatal Kölcsey szatmárcsekei magányában megalkotott költeménye mindig megérinti a magyar emberek többségét. Tiszteletünket fejezzük ki iránta, és amikor különböző kulturális vagy sporteseményeken, társadalmi és közösségi rendezvényeken felcsendül, átadjuk magunkat egy különleges érzésnek, és énekeljük vagy hallgatjuk Kölcsey sorait, Erkel dallamát. Ugyanúgy, mint ahogyan ennek az ünnepségnek is az elején történt. Azt hiszem, egyetérthetünk abban, hogy a magyarság nemzeti éneke egyedi, amely megkülönböztet minden más néptől, és ez így van jól. Európa közösségét nemzetek alkotják, akiknek többsége, közöttük hazánk is ragaszkodik nemzeti önállóságához, az országukat érintő szuverén döntéseikhez. Most, amikor az Európai Unió jövője egyre inkább foglalkoztatja az embereket, mindenképpen le kell szögeznünk, hogy európai kultúra nincs nemzeti kultúrák, így magyar kultúra nélkül sem. A kultúránk megtart azzal, hogy magában foglalja magyarságunkat, kereszténységünket és európaiságunkat. Mert a nyelv, a népművészet, a művészet és őseink élettapasztalatának időtálló értékei a Szent Istváni örökség által maradhattak meg.
Ez az örökség tartott meg minket, magyarokat Európában, abban az Európában, amelynek gyökerei az antikvitás és a bibliai kultúra. Ez az örökség tartotta meg a magyar nemzetet széttagoltsága ellenére. Melokkó Miklós, aki szobrot készített Klebersberg Kunóról, így beszélt a nagy dolgokat álmodott és alkotott művelődési és közoktatási politikusról. Bölcsen nem választotta szét a kultúrát és a művészetet. Ő kultúráról beszélt mindig, minden, ami megvan művelve az ember által, az a kultúra része. Ami ebből nagyon jól sikerül, az a művészet. És ez a művészet nem okvetlenül, csak a képzőművészet, irodalom és zene lehet más is. Amikor egy szakács azt mondja, hogy szakácsművészet, igaza van. Minden alkotó munka, melynek eredménye kiváló, maradjon fenn, és ha később ez a kiválóság nem halványodik el, akkor a művészet rangjára emelkedhet, tette hozzá neves szobrászművészünk. A kultúra azonban több, mint produktum, több, mint teljesítmény, több, mint ismeretrendszer, több, mint hagyományok tisztelete, és több, mint a társadalmi normákhoz való igazodás. A kultúra él, változik, alakul. És ami igazi lényegét jelenti, ami talán a legfontosabb, a kultúra alakít. A kultúra nem rombol, hanem épít, gazdagít. Kultúra nélkül nincs öntudat, és nemzeti tudat sincs. A kultúra gondolkodásra és válaszadásra, megfontolásra és cselekvésre késztet. Tehát a kultúrának ereje van. Tisztelt ünneplők! Ez a mai nap is késztet bennünket arra, hogy megálljunk egy pillanatra, átgondoljuk, vajon megfelelően viszonyulunk-e hagyományainkhoz. Megtanítjuk-e gyerekeinknek ünnepeink kultúráját? Neveljük-e őket a kultúra iránti szeretetre? Megteszünk-e mindent azért, hogy a magyar kultúra tovább éljen? A kultúra elhivatottság arra, hogy törődjünk azzal a világgal, amit ránk bíztak. Műveljük a ránk bízottakat, gondozzuk az értékeket, örökítsük tovább a hagyományokat, tudást. Klebersberg mondta szintén, a kultúra nem olyan kincs, amelyet puszta őrzéssel meg lehetne tartani. A művelődést minden egyes nemzedéknek verejtékes munkával kell újra és újra kiküzdenie, és a nemzetnek is folyvást dolgoznia kell, hogy a maga művelődési szintjét fenntarthassa. Magyar kultúránk, hagyományaink megőrzése a nemzetünk egyik legfontosabb érdeke. Nagyon fontos feladatunk tehát, hogy a fiatalok megismerjék a magyar kultúra és művelődés legfontosabb értékeit, tovább műveljék azt, éljék meg, legyenek aktív részesei. A kultúra a közösséget teremt erejével, a közösség pedig a kultúra által él és fejlődik. A magyar kultúra pedig csak erősödik a helyi közösségek kulturális életének minőségétől. Azt gondolom, hogy szerencsére Szolnokon, a művelődésben, az oktatásban, a tudomány, a sport területén dolgozók, valamint a családok többsége felelősséget érez azért, hogy kultúránk fennmaradjon. Igyekeznek a tőlük telhető legtöbbet megtenni azért, hogy a mai ifjúságát megérintse a múlt öröksége, és majd pedig gondoskodnak arról, hogy mindez tovább éljen, és ők maguk is tevékenyen éljék meg a kultúra teremtését. A város büszke pedagógusaira, tudósaira, művészeire, sportolóira, akik közül többen teljesítményükkel kivívták az országos, sőt nemzetközi közvélemény elismerését is. Méltán becsüli meg a város azokat az intézményeket, civil szervezeteket, egyházi közösségeket, gazdasági társaságokat, akik Szolnok közösségének asztalára kulturális értéket tesznek, a kultúrát a legszélesebb értelemben értve. A mai napon nem csak a kultúrát ünnepeljük, hanem azokat is, akik munkájukkal hozzájárultak annak megéléséhez, megbecsüléséhez, városunk kulturális életének fejlesztéséhez. Mára Szolnok védjegyévé vált gazda kulturális élete. Igényes programok, igényes művészeti produkciók teszik minden esztendőben tartalmasabbá életünket. A városban szinte egy hete csodálatos tánckoncerttel köszönthettük az új esztendőt a szolnoki szimfonikusokkal és az Állami Népi Együttessel és számos, igazán országosan is elismert kórussal. De a világ magyarsága a Szigligeti Színházzal köszöntötte az új esztendőt,
az év sportolói gáláján is ott volt Szolnok kiváló eredménnyel, mint ahogyan a Magyar Örökség díj átadóján is megilletődve hallhattuk művésztelepünk nevét a díjazottak között. Együtt ünnepeltünk, és elmondhatjuk, hogy az európai szintű tudományos filmfesztiválon is sok külföldi tanulta meg városunk nevét. A 2017-es esztendő kulturális teljesítménye, ha lehet ilyet mondani, kiváló. Nem csupán az előbb felsoroltak, amely persze nem teljes, hanem el kell mondanunk, hogy a mindennapok okán is. Hisz zenekarunk, színházunk, művésztelepünk, könyvtárunk, múzeumunk, filmszínházunk, agóránk, iskoláink, művészeti iskoláink, sportegyesületeink, sportiskolánk, és sorolhatnám tovább, az év 365 napján kínálnak igényes, kulturális, művészeti élményt, adnak lehetőséget a sportban való kiteljesedésre. Szolnok kultúrájának szerves része egy-egy író-olvasó találkozó, de épp úgy, mint például az Eső című folyóirat folyamatos megjelenése, de értéke kulturális életünknek egy-egy levéltári este, egy tudományos előadás, csak úgy, mint egy közönségtalálkozó, vagy éppen kóruspróba, kiállítás megnyitó, vagy éppen a könyvtárban eltöltött tartalmas idő, nem beszélve remek fesztiváljainkról. Nagyon fontosnak tartom a közösséget teremtő szakköröket, civil szerveződéseket, klubokat, próbákat, művészeti órákat az iskolákban, edzéseket, művészetoktatást, mindent, amit megművelünk, ahogyan Klebersberg gondolatai erősítik bennünk a kultúra fontosságát életünkbe. Demeter István egy gondolatát idézem, amely egy múlt heti beszélgetésünk alkalmával hangzott el. Kialakul, azt mondja, tudod, kialakul egy szakmai közeg, amiben előbb-utóbb megjelennek a tehetségek. Különösen igaz ez, ha a fiatalokra gondolunk, hisz városunk méltán büszke fiataljaira, mint ahogyan arra is, hogy a város vezetése számára a kultúra meghatározó. Tisztelt ünneplők! Ma beszélünk fenntartható fejlődésről, ennek feltételeiről. A társadalom fejlődésének, élete minőségének, lelki erejének meghatározó kultúrája. Minden a kultúrába fektetett anyagi erő, egy komoly befektetés a jövő társadalmába, a jelen életminőségébe. Ezért is különösen megbecsülendő a város gazdálkodó szervezeteinek folyamatos támogatása, ahogyan ezt a mindennapokban és a mai ünnepen is megtapasztalhatjuk majd. A kultúra ma már versenyképességi tényező, egy település, egy ország jövőképének meghatározó eleme, fejlődésének szerves része. Tisztelt ünneplők! Ma azokat köszöntjük, akik nagyon sokat tettek le a közösség asztalára, mert hajtja őket a még jobb teljesítmény elérése. A kimagasló teljesítmény pedig minden esetben kimagasló elkötelezettségből származik. Önök között most itt vannak azok, akik becsületesen, felelősséggel, tisztességesen és magas színvonalon látják el a feladatukat, akik fáradtságot nem sajnálva segítik szellemi örökségünk továbbadását. Köszönet illeti önöket minden megtanított versorért, énekért, minden táncmozdulatért, minden kézbe adott könyvért, minden jóra nevelő szóért és tekintetért. Fontos tehát, hogy megünnepeljük így közösen ezt a napot, és elismerjük mai díjazottjaink munkáját. Gondoljunk arra, hogy ha valami kicsit is teszünk a magyar kultúráért, azzal népünket, nemzetünket, jövőnket szolgáljuk. Kodás szavaival köszönöm meg figyelmüket. Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra nem szerzi meg magának. Köszönöm a figyelmet. Mindjárt nevében köszönöm kormány megbízott asszony ünnepi gondolatait. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! A következőkben önkormányzatunk 2017. december 14-i közgyűlésén odaítélt díjainak átadása következik. Az elismeréseket Szabó István alpolgármester úr adja át. Kérem, fáradjon fel a színpadra! Szolnok megyei jogú város közgyűlése a kultúra munkásai iránt érzett tiszteletének és megbecsülésének jeléül évente kiadható Kaposvári Gyula díjat alapított, Szolnok város kulturális eredményei és értékei gyarapításában kiemelkedő kulturális, művészeti és közművelődési tevékenység elismerésére,
A kitüntetés oklevélből és Szabó Imre fia Béla szobrászművész által készített bronz plakettből áll. Első díjazottunk az ELTE művészettörténet szakának elvégzése után 1967-ben kezdett dolgozni a Szolnoki Damjanich János Múzeumban. A Szolnoki Múzeumra, de az egész megyére, sőt az Alföld művészetére is kiterjedő munkájának eredményeként vált teljesen feldolgozottá a turkevei Finta szobrászművész testvérpár és Mihály István hagyatéka. Szisztematikus gyűjtéssel fejlesztette, kutatta és népszerűsítette a nagymúltú szolnoki művésztelep alkotóinak munkásságát. Ennek eredményeként nyílhatott meg az általa írott és összeállított katalógus kíséretében, az ő rendezésében és koncepciója szerint 1997-ben a Szolnoki Képtár. 16 esztendős szolnoki múzeumi munkája mellett a Szolnok megyei néplap külső, illetve egy ideig főfoglalkozású munkatársaként is tevékenykedett. Csak nem 30 önálló kötetben írt az elsősorban a megyében élő alkotó, vagy a megyéhez, az Alföldhöz kapcsolódó festőkről, szobrászokról, grafikusokról. 1983-tól 1987-ig a Művelődésügyi Minisztérium múzeumi főosztályának képzőművészeti főelőadója volt, majd a frissen szervezett Budapesti Vazareli Múzeum igazgatójává nevezték ki. 1999-ben vonult nyugállományba, a munkát azonban nem hagyta abba. Szabadúszóként rendszeresen rendez kiállításokat, jelentett meg kiállítási katalógusokat, monográfiákat. Szolnok megyei jogú város Kaposvári Gyula díját kapja dr. Egri Mária. Következő díjazottunk évtizedek óta dolgozik a Szolnoki Színház titkárságán. A Szigligeti minden fogaskerekét ismeri, tudja működésének titkait, ismeri a színészek minden gondját, baját, ezért rá is bízzák problémáikat, bízva abban, hát az irén majd megoldja. Ha lenne ilyen statisztika, bizton kiderülne, hogy messze ő tartózkodik legtöbbet az épületben. Egy kislány egyszer azt mondta róla, az a néni, aki a színházban lakik. Csupa lélek színházi ember, rengeteg inspiráló ötlettel, hatalmas energiával, kitartással, dinamizmussal és alázattal. Számára a színház érdeke, a zavartalan működés a legfontosabb. Mindemellett szenvedélyes, szókimondó ember, tele szeretettel. A színészek, ha betegek, az orvos előtt ő hozzá fordulnak. Országos hírű, országosan elismert szakember. A színházzal kapcsolatot felvenni az esetek többségében rajta keresztül lehetséges. Nyitott és segítőkész kulcspozícióban. Mindenkit ismer a városban, és ha szükség van rá, egy pillanat alatt össze is köti a szálakat. Összekötő kapocs a színház és a város között. Díjai között tudhatja a Magyar Teátrum díjat, melyet 2011-ben vehetett át, és a Bálint Lajos Vándorgyűrűt, amelyet 2016-ban érdemelt ki. Most pedig átveheti Szolnok megyei jogú város Kaposvári Gyula díját Farkas Irén. Következő díjazottunk a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium matematika és énekszakos tanára, fejlesztő pedagógusa és karnagya. Önmagával szemben igényes, fáradhatatlan, és ezt várja el nagy-nagy türelemmel diákjaitól is. Az énekes és hangszeres kultúra átadása, ápolása sok időt és kitartó gyakorlást igényel, ehhez pedig elengedhetetlen az elhivatott, kultúrát szerető pedagógus jelenléte.
Az egyéni tehetséggondozáson túl nagy igyekezettel népszerűsíti a kórus munkát a gimnáziumban és Szolnokon, a megyében, sőt külföldi szereplések alkalmával egyaránt. Tanít az Ádám Jenő zeneiskolában is. A Jász-Nagykun Szolnok megyei karnagyok kamarakórusának aktív tagja, ezzel is példát mutatva a fiatal kórustagoknak. Aktívan részt vesz a város kulturális életében, évek óta szervezi az Éneklő Ifjúság kórus találkozót, a megyei népdal éneklőversenyt, társas éneklőversenyt. Verseny eredményei is tükröződik kiemelkedő munkájában. Az általa vezetett Kodály Leánykar hosszú évek óta elnyeri az év kórusa címet. Szolnok megyei jogú város Szurmai Ernő díját kapja Almainé Szabó Gabriella. Szolnok megyei jogú város közgyűlése a pedagógusok iránt érzett tiszteletének és megbecsülésének jeléül évente kiadható pedagógiai díjat alapított, melynek elnevezése a 2016. novemberében elfogadott közgyűlési rendelet értelmében a 2016. július 29-én elhunyt díszpolgárunk emléke előtt tisztelegve Szurmai Ernő díjra változott. A díj azoknak ítélhető oda, akik a közoktatás és felsőoktatás helyi eredményei, értékei gyarapításában kiemelkedő pedagógiai teljesítmény nyújtanak olyan pedagógusoknak és pedagógus közösségeknek adományozható, akik Szolnokváros gyermekei, ifjúsága érdekében kimagasló munkát végeznek, illetve végeztek. A kitüntetés oklevélből és Simon Ferenc szobrászművész által készített bronz plakettből áll, ezt vehette át az imént Almainé Szabó Gabriella. A most következő díjazottunk a Magyar Testnevelési Egyetemen atlétika szakedzői, a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán tanítói, a Kodolányi János Főiskolán szakvizsgázott közoktatás vezetői végzettséget szerzett. 1987-től dolgozik a Szolnoki Fiumei úti általános iskolában. Az első években, mint szabadidőszervező, a diploma megszerzését követően, mint osztálytanító tevékenykedett. Hosszú évek óta élvezi kollégái bizalmát, több éven keresztül volt a közalkalmazotti tanács tagja. 2011. szeptemberétől alsós intézményvezetői helyettesi feladatokat lát el. 30 éves pedagógiai munkája nagyon sokszínű, alkotó életpályát mutat. A gyerekek tanulmányi fejlődése mellett nagy gondot fordít arra, hogy a tanulók szabadidejüket kulturáltan, hasznosan töltsék el. A tanítási órák mellett az intézmény innovációs fejlesztésében kiemelkedő szerepet vállal. Az Apácai Tankönyv kiadó gondozásában megjelent harmadik technikakönyvem és a negyedik technikakönyvem megírásában társszerzőként vett részt. Az iskola helyi kitüntetését a kollégák titkos szavazat alapján 2000-ben kapta meg. Szolnokváros Szurmai Ernő díját kapja Balasi Bernadette. Következő díjazottunk a Szanda Szőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néptánc pedagógusa, a Magyar Táncművészeti Egyetemen végzett mestertanár, a Szolnoki Tisza Tánc Együttes táncosa. Munkáját pedagógiai asszisztensként Szolnokon az egykori Mátyás Királyúti Általános Iskolában kezdte, majd 2004-től a Szanda Szőlősi Általános Iskolában nyert felvételt néptánc oktatói munkakörbe. 2006-ban elnyerte az év táncosa díjat, melyet Varga Lajos alapított a Tisza Tánc Együttes tehetséges művészei számára. Hitvallása szerint a tánc nevel, tanít és értéket közvetít, ezért egyaránt fontosnak tartja a kiemelkedő néptáncos előadói, alkotói, közművelődési és a táncpedagógiai tevékenységet is. Rendszeresen bemutatkozik csoportjaival az itthoni népzenei és néptánc találkozón,
a 2 évente városunkban megrendezett Szolnoki Országos Néptáncfesztiválon, a Várhelyi Lajos Kuka Országos Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztiválon szerepelnek tanítványai a Kiugró Gála műsorában. Nyaranta tánctáborokat szervez tanítványai körében, különös szeretettel utazik velük Erdély különböző településeire. Folyamatos és magas színvonalú munkája, közösségépítő és közösséget összetartó tevékenysége, örökségmegőrző és átadó képessége, elhivatottsága egyaránt példamutató. Szolnokváros Szurmai Ernő díj kitüntetésében részesül Hoffer Károly. Következő kitüntetettünk 1978-ban a főiskola elvégzése után az Áhímúti általános iskolában kezdett el dolgozni, majd pályafutás 1984-től a Kassai úti általános iskolában folytatódott. Az intézményben 2013-ig tevékenykedett földrajz, testnevelés, gyógytestnevelés szakos pedagógusként. Szakmai tevékenységét a következetesség, elhivatottság, nagy szakmai hozzáértés és az új módszerek iránti fogénykonyság jellemezte. Tanári hivatásának középpontjában a tanulók egészség és környezettudatos nevelése állt. Pályájának előre haladtával figyelme és érdeklődése azokra a gyerekekre irányult, akik valamilyen mozgásszervi deformitással küzdöttek, és panaszaikon a testnevelés eszközével lehetett segíteni. A gyógytestnevelés fontosságát, szükségességét jelzi, hogy Szolnokváros támogatta szakmai elképzelését, és 1996-ban létrehozta a Kassai úti általános iskola épületében a Városi Gyógytestnevelési Centrumot. Díjazottunk a Jász-Nagykun Szolnok megyei pedagógiai szakszolgálat megyei gyógytestnevelés munkaközösségének és a Jász-Nagykun Szolnok megyei pedagógiai szakszolgálat szolnoki tagintézmény gyógytestnevelés munkacsoportjának vezetőjeként ment nyugdíjba. Szolnok megyei jogúváros Szurmai Ernő díját kapja Lazányi Józsefné. Most következő díjazottunk a József Attila Tudomány Egyetem elvégzését követően 1981 óta meghatározó tagja a Versegi Ferenc Gimnázium tantestületének. Magasfokú szakmai tudását nagy lelkesedéssel és odaadással állította az oktatás szolgálatába. Meghatározó szerepe volt az iskola matematika speciális tagozatának elindításában. A matematika és a fizika oktatása mellett az osztályfőnöki tevékenység is nagy hangsúllyal van jelen pedagógusi munkájában. Fontos feladatának tekinti a különleges helyzetű tanulók ügyeivel való foglalkozást, segíti a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű és a tehetséges tanulókat. Mindig törekedett a szakmai tudás átadása mellett a tanulók lelki és testi nevelésére is. 2002-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett szakvizsgázott pedagógus végzettséget. Aktívan részt vett a Szegő Gábor matematika verseny létrehozásában, megszervezésében és lebonyolításában. Kollégái munkáját az iskola kiadásában e-tanévben megjelent eddigi szakmai gyakorlatát összegző analízis feladatgyűjteménnyel segíti. Ez a mű a tanárnő szakmai kreativitásának, elkötelezettségének legszebb bizonyítéka. Szolnokváros Szurmai Ernő díját kapja Pécsiné Rőri Zsuzsanna.
A most következő díjazottunk először a könnyűipari műszaki főiskolán szerzett okleveles üzemmérnöki, majd a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán okleveles ruhaipari szakos műszaki tanár végzettséget, ezt követően 2003-ban közoktatási vezetői szakvizsgát tett. Tanári pályáját 1981-ben a 633-as számú Petőfi Sándor Szakmunkásképző Intézet ruhaipari szakiskolai osztályaiban kezdte, majd 1989-től az akkor különváló ruhaipari szakközép és szakiskola tanára lett. Ennek az intézménynek 2010-ig szakmai tanára, szakmai munkaközösség vezetője volt. Jelenleg a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum ruhaipari középiskolája, általános iskolája és kollégiuma tagintézmény vezető helyettesi feladatait látja el immár 7 éve. Szakmai munkájában kiemelkedik a ruhaipar és a szépészet terén végzett elhivatott tevékenysége, hiszen a rendszeres divatbemutatók, szakmai napok, hetek szervezőjeként az iskola kozmetikus és fodrász versenyeinek egyik motorja. Vizsgaelnökként rendszeresen részt vesz a könnyűipari szakmák vizsgáztatásában, sőt társszerzője egy 2013-ban megjelent, és azóta is a könnyűipari szakmák hivatalos tankönyvének tekintett tankönyvnek és munkafüzetnek. Az iskolai sportélet egyik nagy segítője, jelenleg az iskolai Diáksportegyesületi elnöki tisztét is betölti. Szolnok megyei jogú város Szurmai Ernő díját kapja Vargáné Kozma Edit. Díjazottunk óvodapedagógusként a rábízott gyermekcsoport pedagógiai fejlesztését lelkiismeretesen és gyermekközpontúan nagy odafigyeléssel végzi 1985 óta. Pedagógiai attitűdje, gyermekszeretete, empatikus képessége kiemelkedő. Munkájában kiemelt figyelmet fordít az egyéni bánásmód elvének megvalósítására, és eredményesen dolgozik a mikrocsoportos fejlesztések bevezetésében, megvalósításában. A gyermekek egyéni fejlesztése fontos számára. A szülőkkel kapcsolata kiemelkedő, munkatársaival példaértékű. A Szolnok Városi Óvodák Kolozsvári úti tagintézményében éveken keresztül helyettesként segítette a működést. 2013-ban a Szolnoki Városi Óvodák belső ösztönző rendszerében az év kiváló pedagógusa díjat kapta. Olyan pedagógus ő, akinek a munkája minőségét elsősorban a közvetlen környezete látja, de akinek jó hírét szájról szájra adják a szülők, nagyszülők, ami talán a legnagyobb és leghitelesebb elismerés. Szolnokváros Szurmai Ernő díjában részesül Versegi Ildikó. Tisztelt Hölgyeim, Uraim, kedves vendégeink! Szolnok megyei jogú város közgyűlése a városunkban tudományos tevékenységet végzők iránt érzett tisztelete és megbecsülése jeléül évente kiadható Laki Kálmán díjat alapított a kiemelkedő tudományos teljesítményt elérők elismerésére. A kitüntetés oklevélből és Szabó Imre fia Béla szobrászművész által készített bronz plakettből áll. Következő kitüntetettünk a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát népművelés énekszakon, később elvégezte az ELTE bölcsészettudományi karán a népművelés kiegészítő szakot. 1984-től dolgozott a Jászlikun-Szolnok megyei levéltárban. 1991-ig levéltárosi beosztásban tevékenykedett, majd ezt követően az intézmény igazgató helyettesi posztját töltötte be. A Jászlikun-Szolnok megyei levéltárban eltöltött 3 évtized során részletesen megismerkedett a levéltáros munka valamennyi területével,
Részt vett a kutatószolgálati, a szakkönyvtári és a gyűjtőterületi munkában. Évtizedeken keresztül kimagasló színvonalon vett részt a levéltár közművelődési munkájában, a kiállítások szervezésében, a tárlatvezetésben, a levéltár látogatások lebonyolításában. Levéltáros szakmai és tudományos munkáját kiegészítette a publikációs tevékenység. Évtizedekig tagja volt a Magyar Levéltárosok Egyesületének, szerepet vállalt a levéltáros szakma országos elismertségének növelésében, a helyi közművelődési intézmények, iskolák és a levéltár közötti kapcsolatok elmélyítésében, ápolásában. 2016-ban vonult nyugdíjba. Szolnok megyei jogú város Laki Kálmán díját kapja Cégény Istvánné. Tisztelt jelenlévők! Szolnok megyei jogú város közgyűlése a városunkban a sport területén kiemelkedő eredményt, szakmai tevékenységet végzők iránt érzett tisztelete, megbecsülése és elismerése jeléül Szolnok város sportjáért díjat alapított. A díj minden olyan személynek, közösségnek adományozható, aki, illetve amely Szolnok város sportéletében a testkultúra, a sport által történő egészséges életmódra nevelés terén kiemelkedő tevékenységet folytat, vagy folytatott. A kitüntetés oklevélből és Simon Ferenc szobrászművész által készített bronz plakettből áll. Elsőként Szolnok város posztumusz sportdíjának átadására kerül sor. Díjazottunk játékosként és sportvezetőként is mélyen beírta nevét a szolnoki és a magyar röplabdázás történelem könyvébe, úgy az élsport, mint a szabadidősport fejezetbe. 11 évesen kőbányai általános iskolásként kezdett röplabdázni, és életét ennek a sportnak szentelte. 1983-ban igazolt Szolnokra a vegyi művek csapatához, ahol ütőjátékosként hozzávetőleg 400 mérkőzést játszott. Legjobb eredményeit a Spartakusszal érte el, részese volt a Magyar Népköztársasági kupát nyert csapatnak, illetve az NB1-ben bronzérmet szerző együttesnek. A szolnoki vegyi művek csapatával kétszer is megnyerte az NB2-es bajnokságot. Az 1993-ban újra alakult szolnokvárosi sportiskolában alapító szakosztályként lehetőséget kapott a röplabda, melynek hosszú évekig edzője, majd szakosztályvezetője volt. Ezen időszak kiemelkedő sikere, hogy a fiú szakág 1999-ben megnyerte az országos ifjúsági kupát, a csapatot korosztályos válogatottak, későbbi NB1-es játékosok alkották. Az elmúlt néhány évben sportvezetői feladatokat vállalt a röplabdázásban, és beérett a rájellemző nyugodt, tervszerű szakmai munka gyümölcse. A szolnoki sportiskolában a röplabda szakág vezetőedzője, az NB1-es klubnál elnökségi tag, és a Jászlanykun Szolnok megyei röplabda szövetség elnöke volt. Kiemelkedő sportvezetői szerepe volt a szolnoki sportiskola elmúlt években elért országos sikereiben, és a felnőtt klub magyar kupa győzelemig vitt nagyszerű eredményeiben. 2017. október 20-án 59 évesen tragikus hirtelenséggel hunyt el. Szeretett sportága a röplabda ebben az évben bekerült a látványcsapatsportok támogatási rendszerébe. Még az utolsó pillanatban is különösen óriási lelkesedéssel, bizalommal tervezte a sportág jövőjét, a szolnoki fejlesztési lehetőségeket egyeztetett az iskolákkal, a Magyar Röplabda Szövetséggel. Szolnok város posztumusz sportdíjában részesül Canek Kálmán. A díjat átveszik gyermekei, Canek Gyöngyvér és Németh Canek Andrea.
Következő díjazottunk 1983-ban a Pécsi János Pannonius Tudományegyetemen a tanárképző karon földrajz testnevelés szakon szerzett tanári diplomát. Pedagógusi pályafutását a Somogy megyei Homokszentgyörgyön kezdte, ahol a kézilabdától, a labdarúgáson, kosárlabdán, röplabdán, tornán át az atlétikái versenyeztette tanítványait. 1995-ben került Kiskunhalasra. 2000 tavaszán a Magyar Atlétikai Szövetségtől vehette át az év utánpótlás edzője kitüntetést. 2003-tól a Szolnoki Széchenyi körúti sportiskolai általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény tanára lett, ahol továbbra is természettudományokat és testnevelést tanított. A 2007-től életbe lépő közoktatási sportiskolai rendszer előkészítésében és fejlesztésében is aktív részt vállalt az elmúlt években. A Szolnokvárosi Sportiskolában az atlétikai szakosztály edzőjeként tevékenykedik. A Magyar Diáksport Szövetség megbízásából csaknem 10 éve vezeti a gyermek atléta válogatottat. 2013-ban a Magyar Sportnapján az Emberi Erőforrások Minisztériumában Keresi Endre díjat vehetett át. 2016-ban kapta meg a Jász-Nagykun Szolnok megye legeredményesebb edzője díjat, és szintén ebben az évben részesült a Bonis Bona díjban, amelyet a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző hazai és határon túli pedagógusok számára hoztak létre. Szolnokváros sportjáért díjat kap Bencsik Pál. Az idei sportdíj harmadik kitüntetettje a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán végezte tanulmányait. A Tisza partján szeretett bele a vízi sportokba, versenyszerűen kajakozott. Házasság kötése után Szolnokra költözött, bíróként, majd később ügyvédként dolgozott. Folyamatosan figyelemmel kísérte Szolnok sportéletét, majd 2013-ban hadhatós közreműködésével a már meglévő kajakkenu szakosztályok utódjaként létrejött a közgépese Szolnok Kajakkenu Klub. Vezetése alatt új támogatóknak köszönhetően stabilizálódott a klub anyagi, tárgyi és szakmai háttere. Az elmúlt évek során folyamatosan bővült az általa vezetett klub sportolói létszáma. Versenyzőik számos kiváló nemzetközi és hazai eredményt értek el felnőtt és utánpótlás szinten is, Szolnok jó hírét ezzel is öregbítve. Közülük is kiemelkedik Bodonyi Dóra, aki világbajnoki címet szerzett K1 5000 méteren, Európa bajnokságot nyert K1 5000 méteren és K1 1000 méteren. Munkáját régiós, országos szinten is elismerik, tagja a Magyar Kajakkenu Szövetség elnökségének, mint a Felső-Tisza régió képviselője. Szolnokváros sportjáért díjat kap dr. Nyergesné, dr. Farkas Gabriella. Jó estét kívánok, tisztelt kormány megbízott asszony, tisztelt alpolgármester urak és minden tisztelt megjelent és meghívott. Gratulálok a díjazottaknak, és csak egy rövid pár mondatot szeretnék szólni. Nagyon szépen köszönöm ezt az elismerést, nem tudom, tudják-e, még hagyj köszönjem már meg a családomnak és az összes barátomnak a támogatását, és ígérem, hogy folytatjuk a munkát. Célunk kijutni Tokióba a 2020-as nyári olimpiai játékokra, versenyzőink és edzőink mindent megtesznek ennek érdekében. Amiért szólni akartam, egy dolog, hogy az elismerés mellett, amit nagyon köszönök, pénzjutalom is jár ehhez, de én úgy gondoltam, hogy sokkal jobb célt szolgál, hogyha én ezt felajánlom egy megfelelő intézménynek, aki sokkal hasznosabban el tudja költeni ezt az összeget, mint ahogy én tenném. Éppen ezért szeretném a
kapott jutalmamat felajánlani. A Szolnok Kistérség Többcélú Társadalás Humán Szolgáltató Központ Szolnok Segít programjának. Ez az intézmény a Szolnok területén élő önhibájukon kívül hátrányos helyzetű családokon, szenvedélybetegeken, hajléktalanokon segít, és úgy gondolom, hogy ez az összeg az ő előrejutásukat méltón fogja segíteni. És köszönöm még egyszer, és további jó szórakozást. Gratulálok a díjazottaknak. Tisztelt ünneplők! Szolnok megyei jogú város közgyűlése a turizmus és az idegenforgalom területén dolgozók iránt érzett tisztelete és megbecsülése jeléül Tiszavirág turisztikai díjat alapított azok részére, akik a városi szintű turisztikához, illetve idegenforgalomhoz kapcsolódó tevékenységük során kimagasló teljesítményt nyújtanak magas színvonalú és értékteremtő programok, rendezvények szervezésében, lebonyolításában, jelentős szerepet vállalva ezzel a város jó hírnevének öregbítése, szellemi és kulturális értékeinek gyarapítása terén. A díj olyan személynek vagy közösségnek adományozható, aki, illetőleg amely, Szolnok turisztikai és idegenforgalmi vonzerejének növelése érdekében magas színvonalú és értékteremtő programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása során kimagasló érdemeket szerzett. A kitüntetés oklevélből és Révi Norbert szobrászművész által készített kis plasztikából áll. Városunk turisztikai kínálatának egyik legnépszerűbb területe a sport. A sportturizmus hosszú idő óta az egyik legjobb cégére Szolnok városának, amihez tökéletes alapot nyújtanak a megyeszékhelyen lévő kiváló sportlétesítmények és a hozzájuk kapcsolódó magas szintű szolgáltatások. Abban, hogy nem csupán itthonról, hanem akár Ausztráliából, Amerikából, Új-Zélandról is érkeznek hozzánk sportolók, elévülhetetlen szerepe van a díjban részesülő cég munkatársainak. Városunk sportturisztikai kínálatában az első helyet egyértelműen a vízi sporttelep kajakkenu pályája nyújtja, melynek családias hangulata, folyamatosan fejlődő infrastruktúrája azt eredményezi, hogy a téli időszak kivételével szinte egész évben itt edzenek az ország legjobb kajakosai. A kiváló működtetés, a rendezvények magas szintű lebonyolítása, a sportban rejlő turisztikai és gazdasági lehetőségek felismerése együttesen egy nagyszerű elegyet alkotva teszi a sportcentrumot Szolnok kiemelkedő turisztikai szolgáltatójává, munkatársait pedig a helyi turizmus nagyszerű segítőivé. Tiszavirág turisztikai díjban részesül a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Dolgozói közössége. A díjat átveszi Rózsa József ügyvezető igazgató. Jó estét kívánok, tisztelt kormány megbízott asszony, alpolgármester urak, hölgyeim és uraim. 900 képet adtunk le, és amíg ez végigpörög, azt kérték, hogy beszéljek. Nekünk a sportból érkezőknek egyébként az érmekhez, kupákhoz vagyunk jobban hozzászokva, és rendkívül izgalmas, de főként megtisztelő ez az érzés, hogy ilyen gyönyörű önkormányzati díjat vehetünk át. A mögöttem levő képeken is látható edzők nevében, valamennyi munkatársam nevében, itt az első sorokban szerényen helyet foglaló vezetőtársaim nevében, Gyurcsó Józsefné, Ribár Zsuzsanna, Tóth Erika, Teréki Zoltán, Ábel István nevében is nagyon szépen köszönjük. És ha már nem sportdíj, hanem turisztikai díj, akkor van, akiben megfogalmazódhat az a kérdés, hogy vajon miért éppen a Szolnoki Sportcentrum Sportiskola.
elhangzott néhány indokló mondat, de valóban egyszerű lenne az a válasz, mennek még a képek? Egyszerű lenne az a válasz, hogy a sportturizmus ma már szerte a világon valóban meghatározó része a turisztikának. Talán beszédesebb, tartalmasabb az a megközelítés, az a válasz, hogy olyan neves, ismert, eredményes emberek, mint például Kozák Danuta, Kamerer Zoltán, Nagy Tímea, Fábiáni Rozsnyói Katalin azt szokták mondani, hogy ők szeretnek hozzánk, szeretnek Szolnokra jönni, szeretnek akár hónapokon keresztül itt lenni, és már-már szolnokinak érzik magukat. Valóban igaz az, hogy a rendezvények, versenyek szervezésével, edzőtáborok biztosításával nagyon sok embert tudunk Szolnokra hozni. De talán igazán az a fontos, hogyha jó házigazdaként, megfelelő színvonalas szolgáltatással igyekszünk ellátni a feladatainkat, akkor az ide látogatók jó érzéssel mennek haza, talán Szolnokról, rólunk jókat fognak mondani, pozitívat fognak nyilatkozni, és majd örömmel jönnek újra vissza. Végezetül egy-két érdekesség, számszaki megközelítés. Csak a Szolnoki Sportiskola versenyrendszerén keresztül azokra a versenyekre, amit mi szervezünk, éves szinten 9-10 ezer fő utazik Szolnokra, érkezik ide városunkba. Igaz az is, hogy évente több hónapon keresztül 14-15 ország edzőtáborozik a kajakkenu holtiszai versenysportpályánkon. Minden évben sok több kiemelt nemzetközi versenyt, rendezvényt van módunk szervezni. Ezeken a nemzetközi sportversenyeken 15-20 ország csapata, sportolói vesznek részt. És ha már így elhangzott, akkor végezetül a díjjal járó pénzösszeget mi szeretnénk felajánlani. Gazdaságvezető asszony, legyen szíves, most fogja be a fülét. A szolnoki Ligetúti általános iskola, annak keretében működő Liget Otthon Sportegyesület részére, ahol rendkívül eredményesen és nagyon-nagyon szépen képviselik a fogyatékkal élő sporttevékenységét. Valamennyi kollégám nevében nagy megtiszteltetés, köszönjük a díjat és az elismerést. További szép estét kívánok! Tisztelt vendégeink! A Rotary Klub Szolnok tagjai 2000-ben Rotary mecénás díjat alapítottak. A város és környéke kulturális öröksége, értékeinek megőrzése, gyarapítása, a szellemi javak fejlesztése érdekében. A díjat a klub évente legfeljebb egy alkalommal ítéli oda, a kitűzött célokat anyagi támogatással legeredményesebben segítő természetes vagy jogi személynek. A klub által díjazott Mondi Szolnok ZRT jogutódjaként fő tevékenysége ipari ingatlanok bérbeadása, logisztikai támogatással kiegészítve. Köztudott, hogy a Mondi hosszú évekig élenjáró volt a társadalmi felelősségvállalásban, elsősorban a sport, az egészségügy, az oktatás és a kultúra területén. Bizonyára sokan emlékeznek még, hogy Szolnokon a HPV elleni védőoltás is a cég 15 millió forintos támogatásával indult el. Jogutódjának természetesen szerényebb lehetőségei vannak, mint az egykori 70 milliárdos árbevétellel működő papírgyárnak, de a filozófia változatlan lehetőségeihez mérten továbbra is támogatja környezetünk életét. 2014 és 2017 között rendszeresen jelentős összeggel támogatta a Szolnoki Képzőművészeti Társaságot, hogy az a Magyar Festészet Napján a szakmai zsűri értékelése figyelembevételével szakmai díjat adhasson át. A társaság a támogatással tovább növelte a szolnoki művésztelep és Szolnokváros országos elismertségét, példamutató módon felhívta a figyelmet a mecenatúra társadalmi jelentőségére és fontosságára. A társaság anyagi áldozatvállalását példamutató tettét jutalmazzuk ma. A Rotary mecénás díj átadására felkérem Ceglédi Sándort, a Rotary Klub Szolnok soros elnökét.
Kérem, fáradjon fel a színpadra. És természetesen fáradjon fel a színpadra a díjazott, aki a Rotary Mecénás díjat kapja, az ACDC Logisztikai Park ZRT, a kitüntetést átveszi Ferenc Gábor vezérigazgató. Kedves vendégeink, a Béres gyógyszergyár elismerve a Szolnokon több évtizede folyó hazai és nemzetközi szinten is magas színvonalú művészeti és kulturális munkát díjat alapított a városhoz kötődő fiatal művészek, illetve művészeti vagy kulturális egyesületek elismerésére. A Béres díj Szolnok kultúrájáért elismerést azon Szolnok városhoz kötődő magánszemélyek, illetve közösségek kaphatják meg, akik a régióban sokat tettek és tesznek a magyar művészet, kultúra ápolásáért, fennmaradásáért. A díj célja azon fiatal művészek elismerése, akik elkötelezettek a magyar kultúra szolgálatában, hagyományainak ápolásában és az újabb generációk számára való továbbadásban. A Béres díj Szolnok kultúrájáért elnevezésű elismerés először kerül átadásra. A díj Szilágyi Erzsébet szobrászművész alkotása. A mészkő talapzaton álló bronz csepp a Béres gyógyszergyár emblematikus készítményére, a gyár sikerét megalapozó világhírű találmányra, a Béres cseppre utal. A talapzaton a díj megnevezése, Béres díj Szolnok kultúrájáért, illetve a díjazott neve található. Aki elsőként átveheti a díjat, 30 éve első osztályos tanulóként tette meg első tánclépéseit a Korvinka Gyermek Néptánc Együttesben Várhelyi Lajos Kuka irányításával. Középiskolásként került a Tisza Tánc Együttes utánpótlás csoportjába Simon Gyula és Kis Zsuzsanna kezei alá. Itt olyan mesterektől tanulhatott, mint Mihály Gábor, Juhász Zsolt, Furik Rita vagy Farkas Tamás. 14 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy a hobbiát választja hivatásként is. Így kezdett néptáncot tanítani a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a Vadvirág Gyermek Néptánc Együttesben. 2011-től a Szandaszőlős Táncegyüttes társvezetője. Néptáncpedagógus diplomáját a Magyar Táncművészeti Egyetemen 2017-ben szerezte. A tanításba befektetett energia és tudás az utóbbi években kezdte meghozni gyümölcsét. A szandaszőlősi táncosok a szóló és csoportos néptánc versenyeken egyre szebb eredményeket érnek el, mind regionális, mind országos versenyeken. A szandaszőlősi táncházak egyik főszervezője. Magas szintű szakmai munkájának köszönhetően fiatalok és felnőttek százai szerették meg és sajátították el egyik legszebb kincsünket, a magyar néptánc művészetét. A Béres díj Szolnok kultúrájáért elismerés átadására felkérem dr. Béres Józsefet, a Béres gyógyszergyár elnökét, és Béres Klára igazgatósági tagot, kommunikációs igazgatót. A Béres díj Szolnok kultúrájáért elismerésben részesül Hoffer Károly. Tisztelt ünneplő közönség! Szolnok megyei város önkormányzata a város életében gazdasági, közösségi, kulturális vagy egyéb téren a közösség javára kifejtett eredményes tevékenység elismeréséül Szolnokért emlékérmet alapított. Az emlékérem három fokozatból, bronz, ezüst és aranyból áll. Következő díjazottunk városunk nagyhírű Tisza szállója főcukrászaként több mint 30 évig tevékenykedett a 60-as évek közepétől a 90-es évek közepéig.
Kezei alatt számos cukrásztanuló pallérozódott. Ezt követően magáncukrászatot nyitott, családi műhelyében mestercukrászként folytatta tovább munkásságát a helyi közösség legnagyobb megelégedésére. A vendéglátó szakma nagy öregjei között köztiszteletnek, megbecsülésnek örvend. A szolnokért emlékérem aranyfokozatát veheti át Kovács Gábor. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy városunk díjazottjai után még egy kitüntetésről szóljak. Bizonyára többen értesültek már a média útján arról, hogy az idén Balázs Péter színész rendező, színi direktor kapta a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat által alapított Besenyei Ferenc művészeti díjat. Az elismerést B. Éltes Eszter, Besenyei Ferenc özvegye és Hegedű Zoltán alpolgármester adták át vasárnap a Hódmezővásárhelyi születésű, kétszeres Kossuth Díjas színművész nevét viselő művelődési központban rendezett gálaműsor keretében. A Hódmezővásárhelyi Önkormányzat 2008-ban alapította meg a Besenyei Ferenc művészeti díjat. A város díszpolgáráról elnevezett elismerést minden esztendőben az amatőr és hivatásos színjátszás, népdal, magyar nóta, instrumentális zene, kórus, néptánc, vers és prózamondás területeiről jelöltek közül egy személy vagy csoport részére adományozható. Gratulálunk tehát Balázs Péternek, a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatójának az elismerés alkalmából. Tisztelt ünneplő közönség, kedves vendégeink! Engedjék meg, hogy mindnyájunk nevében valamennyi díjazottunknak, kitüntetettünknek gratulálhassak. További sok sikert és nagyon jó egészséget kívánjak!